Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, ez pedig az Észverés 104. adása. Közéleti kiózanító műsorunkban a vajdasági magyar közélet időszerű kérdéseit vitatjuk meg, higgadtan érvelve, szabadon. A mai adásunkban egy minisorozatba kezdünk, amely során a Vajdasági Magyar Szövetség megalakulása óta eltelt, mint egy 30 évet tekintjük át vendégemmel, beszélgető társammal, Losonc Márk filozófussal. Még azonban mielőtt belekezdünk ebbe a szinte lehetetlennek tűnő vállalkozásba, ezúttal is arra kérem önöket, ha megtehetik, támogassák az Észverés csapatát, támogassák, segítsék a munkánkat, hiszen ez a műsor kizárólag közösségi finanszírozásból tartja fenn magát. A Patreon oldalunkon, amelynek címe megtalálható a leírásban, és úgy szintén a képernyőn is látszik, beállíthatnak egy tetszőleges havi összeget, illetve ha egyszeri adománnyal segítenének, akkor a PayPal-en is utalhatnak nekünk, szintén a leírásban és a képernyőn feltüntetett linken. Minden eddigi támogatónknak, patronálónknak köszönjük az eddigi felajánlásokat, önök nélkül ez a műsor már nem létezne. A Vajdasági Magyar Szövetség 1994. június 18-án alakult meg Zentán. Az alapítók a Vajdasági Magyarok demokratikus közösségében politizáló, de a pártvezetéssel szembe kerülő személyek voltak, akik először csak mint polgárok egyesületét jegyeztették be a szervezetet, majd egy évvel később pártá alakult a VMS. Turbulens 30 év volt ez, amely során a VMS eljutott a vajdasági és a magyar autonómia legvérmesebb harcosától a politikai alárendelt szerepéig, amely végül szerintem nagyon szimbolikusan a szerb radikális párttal való közös lista állításában kulminált. Mindeközben a vajdasági magyar közösség is megfeleződött. Tehát ez a kiinduló pontunk, és hát innen fogjuk majd folytatni Losonc Márkkal, aki itt van velem a virtuális stúdióban. Szervusz Márk! Hát úgy beszéltük meg, hogy itt nagyon sok mondani valónk lesz, főleg Márknak, úgyhogy nem hiszem, hogy egy órás műsorba beleférünk, de hát se baj, akkor majd egy minisorozatot indítunk. Kezdjük akkor tényleg a legelején, tehát 94, igaz, a jubileum egy picit később lesz, de hát úgy gondoltuk, hogy időben elkezdjük úgymond ünnepelni ezt a 30 évet, megelőzvén másokat. Szóval 94-ben alakult meg a VMS. Az én értelmezésemben ennek a megalakulásnak két szála van. Ugye egyfelől volt az, hogy maguk a pártban különböző önkormányzati, városi funkciókat betöltő személyek, akik ugye a mindennapokban vitték a politizálást, meglehetősen erőteljesen szembe kerültek a VMDK vezetésével, tehát Ágoston Andrásékkal, akik hát egy olyan politikát vittek, mondhatnám ez dogmatikusnak, akár konzekvensnek is, minden esetre konfrontatívnak mindenképpen, amely hát mindent a három pillérű autonómia prizmáján keresztül közelített meg. Tehát mindenféle együttműködést attól tett függővé, hogy elfogadják-e az általa képviselt három pillérű autonómiát. És hát voltak ugye ezek a különböző funkcionáriusok, akik hát ugye helyi szinteken együttműködtek más pártokkal is, és valamiféle kompromisszumot, pragmatikus politikát láttak volna szívesebben, és hát ez volt az egyik forrása talán annak, hogy szembe kerültek egymásra. A másiknak pedig van egy anyagi vetülete is a dolognak. Mai napig meglehetős homály fedi azt a pénzügyi malverzációt, amely hát Hódi Sándor nevéhez köthető, ugye ő különböző magyarországi pénzeknek a vajdasági disztribuálásával volt megbízva, talán pontos a megfogalmazás, és hát Ágoston András azzal vádolta őt, hogy nem hajlandó elszámolni ezekkel a pénzekkel, itt több százezer akkori német márkáról volt szó. Na, mindegy, volt, ahogy volt, volt egy ilyen alaphelyzet, amely során létrejött a VMS. Kíváncsi volnék, hogy a te
genézis értelmezésed milyen? Mindenek előtt köszöntöm a nézőket, hallgatókat, akárhogy is definiálják önmagukat. Először is szeretnék köszönetet mondani neked, kedves Csaba, ugyanis téged hónapokon át elutasítottalak, újra és újra felkértél engemet, hogy szerepeljek az észverés adásában, én pedig újra és újra nemet mondtam, és ennek bonyolult okai vannak. Azt éreztem, hogy én ugye 2015-ben, 2014-ben egészen pontosan léptem be a Vajdasági Magyar Közbeszédbe, és azt éreztem tavaly, hogy bármekkora erőfeszítéssel is próbálok kimondani valamit, amit mondok, az falra hányt borsó, és tulajdonképpen számottevő következményekkel nem jár, úgyhogy alapvetően értelmetlennek ítéltem meg a közösségben való ilyetén jellegű felszólalást. Azonban, most igen mondtam neked, ennek több oka van, mert óriási horderejű változásokra került sor időközben, részben a VMS házatáján is, de részben közösségi szinten is, amelyről remélem majd esik szó a sorozatunk keretében, ahogy te nevezted. És hát azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy ez az adás tulajdonképpen egyfajta kettő születésnap. Születésnap abban az értelemben, ahogy te mondtad, hogy 30 évvel ezelőtt alakult meg a VMS, de másrészt én magam részéről is születésnapnak érzem, mert hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt mondtam el a Laskovics Ervinnek adott interjúban, hogy szeretnék hazajönni Párizsból, és amikor hazajövök, akkor szeretnék majd részt venni a Vajdasági Magyar Közbeszédben. Az az érzésem, hogy utat vesztett a közösségünk, hogy elmérgesedtek a viszonyok, hogy szükség van egyfajta párbeszéd keresésre, egyfajta integratív útkeresésre és hasonlókra, valami ilyesmit nyilatkoztam akkoriban online úton Laskovics Ervinnek, és tulajdonképpen ezt az attitűdöt azóta is képviselem, még azokban a rossz pillanataimban is, amikor nagyon dühös leszek bizonyos hatalmi visszaélések okán. És most rátérek magára a válaszra. Nem szeretnék szőrszál hasogatni, de lehet, hogy egy-két aprósággal érdemes kiegészítenem, amit mondtál. Azt mondtad, hogy pártá alakult a VMS, ez tulajdonképpen bizonyos értelemben nem igaz, ugyanis ők szándékosan választották a szövetség elnevezést, mert akkoriban a párt kifejezésnek kifejezetten negatív konnotációja volt. Ugye mindenki a bolsevik pártra gondolt, a kommunista pártra akkoriban, és akkoriban volt egy olyan tendencia, hogy az emberek távolságot tartottak a párt szótól, ez annyira izgalmas, hogy amikor azt hiszem Herceg János felszólalt a történelmi VMDK egyik alakuló ülésén, talán Doroszlón, de lehet, hogy tévedek a részletet illetően, akkor kihangsúlyozta, hogy nagyon örül, hogy ő most nem egy párt alapításon vesz részt, mondta ezt egy pártnak az alapításán, tehát nagyon groteszk helyzet volt. Mindenesetre érdemes kiérezni ebből az egészből, mármint a VMS alakulásából, hogy ők se pártot akartak, hanem a szövetség nemes kifejezését kívánták használni. Ez szerintem nagyon érdekes. Hát, sőt, ahogy mondtam is, ugye először polgárok egyesületeként jegyeztették be magukat, tehát nem rögtön a politikai... Igen, de hát valljuk be, hogy politikai párt vettek, ne kerteljünk azért. Hát. Tehát, no. Mint hogyha egy lapszuszt követtél volna el, mintha azt mondtad volna, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a radikális párttal kötött koalíciót. Egyáltalán nem. Pontosan ezt mondtam, de hát ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, ugyanis ha, aki nem tudja, igen. Hogy nem lapszusz volt, hanem szándékos. Nem. Azt hittem, hogy ez közismertebb tény, de akkor elmondom a konkrét részleteket. Tehát a belgrádi önkormányzati választásokon egy széleskörű koalíció indul, amelynek persze a gerincét a szerb haladó párt adja, de a listán ott vannak a szerb radikális párt képviselő is ketten, és a Vajdasági Magyar Szövetség egy képviselője is, aki a 45. helyen van a listán. Ez olyan információ, amelyről én sem tudtam, én azt hittem, hogy lapszuszt követtél el, és hogy Vucic ott tekintett tulajdonképpen. Az már egy 10 éves történet. Aminek szintén lenne értelme a maga módján. Na, azt szeretném mondani, hogy a Hódi Sándor okozta botrány közepette, jött ugye létre a VMS ezen az ominózus zentai gyűlésen, amely, ha jól tudom, én
28 órát tartott, vagy valami ilyesmi, elképesztő gyűlés volt az, ha jól emlékszem, ha jól rémlenek a politika történeti dolgok most. Azt szeretném elmondani, hogy amikor a Magyar Tudományos Akadémia Domus Alapítványa keretén belül elnyertünk egy projektet, és azt hiszem ennek vagy én voltam a vezetője, vagy Rácz Kriszta, de ez tulajdonképpen teljesen mindig a kötetet együtt szerkesztettük, amely projekt nyomán létrejött, akkor mi tulajdonképpen megtudtuk, hogy van mellettem a kötet. Tavaly, te igazán fölkészült, vagy már-már stréber. Igyekszem, no. Köszönöm a dicséretet. Szívesen. Szóval azt akarom mondani, hogy mi tulajdonképpen rájöttünk, hogy mi a hódi botránynak a magyarázata. Nagyon kényes kérdés, úgyhogy nagyon óvatosan fogok fogalmazni. Bizonyos magyarországi politikusok arra használták fel a vajdasági magyarságot, hogy a pénzüket rajtunk keresztül megmossák. Én most megnevezhetném a főbűnös magyarországi politikust, ő pillanatnyilag is a Fidesz gépezetnek az egyik legfontosabb politikai alakja. Ő volt mindenek előtt az, aki arra használta föl a vajdasági magyarság bizonyos politikai szereplőit, hogy a pénzét megmossák. Tehát, hogy a Magyarország, mint állam ad nekünk pénzt, mi azt játsszuk el, hogy nem ezt célra költjük, holott visszaadjuk a pénz jelentős részét nekik. Ez történt. Én ezt most már minden kétséget kizáróan állíthatom, mert amikor a projektet nyílbe ütöttük, akkor mi mély interjúztunk nagyon sok fontos emberrel, ugye Kassa Józseffel, Váradi Tiborral, Csorba Bélával, Balla Lajos Lacival, Vékás Jánossal, és így tovább, és ezen kívül sok-sok száz emberrel kerültünk kapcsolatba, nem csak ővelük csak mély interjúztunk, de további tényleg sok száz emberrel vettük fel a kapcsolatot, és sikerült részleteket rekonstruálni. Ágoston Andrásnak a kiadásában jelent meg azt hiszem a Botrány című könyv, amely Hódi Sándor esetét dolgozza föl. Abban nem található meg minden információ, sőt el van hallgatva annak a ma is meghatározó pozíciót betöltő politikusnak a neve, akinek a nevét én nem mondom most ki, mert akkor nem tudom én, perre kerülne sor, és nekem bizonyítanom kéne, és kinek van ehhez kedve. De tudom, hogy kiről van szó, és... Azt elárulod, hogy kitől tudod? Képzeld, hogy ezt a részletet elfelejtettem, mert annyi informátorom volt, és annyi... Vagy lehet, hogy több személy is állította. Annyi mozaik kockából raktam össze a részleteket, de a név az hidd el, hogy megragad bennem, mert a név közismert, az Orbán rendszer 5 legfontosabb alakjának egyikéről van szó. Legyen ennyi elég. Szűkül a kör, igen. Szűkül a kör, igen. És gazdasági szférában működik az illető. Nem, ezt most leegyszerűsíted, ne haragudj. Nagyon érdekes egyébként, ez egy apró, pikáns részlet, hogy amikor mi interjúztunk ezekkel az emberekkel, hogy is mondjam, csak az egyes emberek különböznek egymástól. Vannak, akiknek nincs rejtegetni valójuk, és nyílt kártyákkal játszanak, és vannak, akik mondanak valamit, és miután megkapják tőlünk a transzkribált interjút, tehát írott formával alakítjuk az, aminek korábban csak hangzott változata létezett, akkor visszavonnak bizonyos mondatokat, és Hódi Sándor is számos mondatot visszavont, úgyhogy az a mély interjú, amely a kötetben olvasható, bizony, hogy is mondjam, csak szelektív az eredeti változathoz képest. Rengeteg kényes dologról van szó. Én nem tudom, hogy ildomos-e és erkölcsös-e ezt föleleveníteném, de azt hiszem, talán nem követik el különösebb vétséget, ha elmondom, hogy amikor Hódi Sándorral mély interjúztunk, Tóth Szilárd János és én Adán, Hódi Sándor a mély interjú bizonyos pillanataiban reszketni kezdett, látszott, hogy a személyiségét mind a mai napig mélységében érinti ez a botrány, és mindaz, ami akkoriban történt. Ugye őt részben meghurcolták akkoriban, különösen a történelmi VMDK klasszikus egyéniségei, mint Ágoston András, Csorba Béla és Vékás János, de hát valljuk be, ez indokolt volt, és hogy is mondjam, nem volt okafogyott az egész, mert szerintem is,
egy olyan spekulációhoz asszisztált, amelyhez szerintem nem lett volna szabad. Miket is mondtál még? Hát a másik szál az ugye hát az ideológia, inkább módszertani vagy stratégiai szembenállás. Igen. Ez nagyon fontos, szerintem is, és tulajdonképpen itt van a kulcsa annak, hogy hogy lehetséges az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 30 éve abszolút dominálja a vajdasági magyar politikát. Itt van a kulcsa. Tehát igazad volt, szerintem, amikor azt mondtad, hogy itt sor került egyfajta feszültségre a délbácskai és az északbácskai, hogy mondjam, politikai osztály és értelmiség között. Ez egy kettős feszültség volt, az értelmiség is és a politikai osztály is feszültségbe került. Ez nagyon fontos, de különösen fontosnak tartom a stratégiai különbséget. Mert valóban az történt, hogy Ágoston Andrássék ultimátumot szabtak. Mind idézőjelben mondom, mind Belgrád, mind Budapest irányában. Azt mondták gyakorlatilag, ha ti nem támogatjátok a mi autonómia modellünket, akkor mi nem vagyunk hajlandók veletek együttműködni. Ezt mondták Belgrádnak, Budapestnek pedig azt mondták, hogy ti adhattok nekünk támogatásokat, és alapítvány, meg stb., de hogyha nem értitek azt, hogy mi a mi autonómia koncepciónk quintesszenciája, akkor sajnos nem értetek bennünket, és stb. Miért gondolták, hogy ez fáj majd Belgrádnak? Hát Istenem, akkor nem működünk együtt, majd találunk egy másik együttműködésre hajlamos szervezetet, vagy akár gründolunk egyet. Hogy is mondjam, csak azért vegyük figyelembe, hogy ez egy más történelmi korszak. Ebben a korszakban a vajdasági magyarságnak, a politikai szervezetének sokkal több szavazat jut, és sokkal fontosabb tényező, mint manapság. És most a puszta számokról beszélek, nézzük meg, hogy hány szavazatot kapott a történelmi VMDK, és hányat kap manapság, különösen a legrosszabb pillanataiban a VMS. Egyszerűen más értelemben vagyunk tényezők. Azt szeretném még kiemelni, hogy te megemlítetted a három pilléres autonómia modellt, de ezzel én tulajdonképpen nem értek egyet. Mert a három pilléres autonómia modell, erről egyébként Tóth Szilárd Jánosnak szól egy részletes tanulmánya, akit érdekel a téma, az nála olvasott erről részletesebben. A három pilléres autonómia modell tulajdonképpen egy pilléres volt. Ugyanis három elemből állt össze. Az egyik elem az maga a kulturális személyi elvű autonómia, amelyet manapság velemásan, visszafogottan a Magyar Nemzeti Tanács testesít meg, és egyáltalában véve a Nemzeti Tanácsok rendszere Szerbiában. A másik két elv pedig a területi modell, ez azt jelentette volna, hogy mondjuk Szabadkától Szent Tamásig létrejön egyfajta magyar terület, körülbelül, hogy is mondjam, Dél-Tirolhoz kéne hasonlítanom, vagy nem tudom, mihez kéne hasonlítanom, hogyha analógiát szeretnék vonni, és a harmadik pedig valamiféle lokális modell lett volna, valamiféle lokális autonómia. Ahogy mi beszélgettünk a kor szereplőivel, Kasszától, Váradiig, Csorbától, én Ágoston Andrással is rengeteget beszéltem személyesen, annak ellenére, hogy mély interjút nem akart adni, és tulajdonképpen konszenzus van azt illetően, hogy senki nem tudja, hogy a lokális autonómia mit akart jelenteni, azon túl, hogy persze az önkormányzatoknak legyen valamiféle relatív önállóságú, de hogy ehhez képest a magyar lokális autonómia mit jelentett volna, ezt senki nem tudta, ez egy hasracsapás volt, ez egy bluff volt, csak azért, hogy szexibben hangozzék az, hogy három pilléres autonómia, másrészt pedig a territoriális modell, tehát az, hogy legyen egyfajta elkülönült magyar terület, senki nem vette komolyan, mindenki pontosan tudta, hogy az adott szerb és jugoszláv és stb. Állam keretein belül erre valószínűleg nem kerülhet sor, nem is lenne valószínűleg kívánatos, mert akkor kialakulna egyfajta ellentét a szórvány és a tömmagyarság között, meg egyáltalán az nyilván irritálná is a szerbeket, meg ebben a hangulatban, amikor területek küzdenek egymáson mellett, hogy meg hogy kihez bosnyákok, horvátok, albánok, tehát hogy mindenki területért küzd, hogy ezen a történeten belül a magyarok is egy területért kezdjenek el küzdeni, akár háborús helyzetet előidézve, vagy mint egy rácsatlakozva
a háborús állapotokhoz, ezt érezte minden reálisan gondolkodó vajdasági magyar politikus, hogy ez igazából nem kívánatos, tehát nem a három elvű személyi, három elvű autonómiáért küzdöttek, hanem mindenekelőtt a kulturális, personális elvűért. Ez volt számukra legfontosabb. Ez világos, de akkor viszont, amikor Ágoston András azt mondja, hogy csak akkor vagyunk hajlandók együttműködni veletek, és azt mondja bárkinek, akár egy ellenzéki szerpártnak is, hogyha előtte elfogadjátok a mi három pillérű autonómiánkat, miközben nyilván ő maga is azért van annyira reálpolitikus, hogy tudja, hogy az egyik eléggé homályos ebből a három pillérből, a másik az hát gyakorlatilag megvalósíthatatlan abban az adott pillanatban, akkor miként lehetne ezt másként értelmezni, mint hogy egyszerűen nem is akart együttműködni senkivel? Igen, amit mondasz, azzal tulajdonképpen teljesen egyetértek. Én is, hogyha a politika történetünket olvasom, az a benyomásom támad, hogy teljesen, egy tekintetben teljesen irreálisan jártak el a vajdasági magyar politika éllovasai. Tehát ők még a vajdasági szociáldemokrata ligával, amely hát nem mondom, hogy a magyar autonómiát tudta volna affirmálni, de legalább valamiféle multikulturalizmusra hajlamos volt. Vagy volt meg például, a háború ellenes mozgalomban is azért. Igen, meg volt, volt például az UIDI, amelyet talán sokan elfelejtettek, pedig nagyon fontos tényező volt akkoriban, mert egyfajta összjugoszláv kezdeményezés volt, voltak benne baloldali és liberális impulzusok is, nagyon érdekes törekvés volt, ugye Váradi Tibor az UIDI-nak a tagja volt, és más emberek is, mint például Végel László, azt hiszem Csorba Béla is részt vettek az UIDI-nak a bizonyos eseményein. Tehát voltak minden esetre olyan politikai törekvések, amelyeket valamilyen sajátos értelemben a történelmi VMDK, ha nem is a rokonainak tekinthetett volna, de valamiféle potenciális szövetségeseknek, és erre mégsem került sor. És itt szeretném kiemelni annak a személynek a fontosságát, aki szerintem az összvajdasági magyar politika történet legfontosabb alakja, Váradi Tiborra gondolok, akinek a politikai bölcsessége nyilvánul meg abban, hogy ő szemben a történelmi VMDK modelljével nem azt mondta, hogy ultimátumszerűen kell fordulnunk másokhoz, és azt mondani, hogy vagy támogatjátok a kulturális személyelvű autonómiai modelleket, vagy pedig nem állunk veletek szóba, vagy legalábbis haragszunk rátok, és demonstratívan haragszunk. Ezzel szemben a Váradi féle minimalista modell azt mondja, hogy mi kisebbségek, Jugoszlávia és Szerbia szerte, egyezzünk meg egy minimális programban, hogy mi az a legkevesebb, amelyet illetően legalább szeretnénk egyetérteni, és ezt a legkevesebbet kezdjük el kezdetnek érvényesíteni. Ez volt Váradi Tibor sokkal, hogy is mondjam, a görögöknek, az ógörögöknek van egy szavuk arra, hogy politikai bölcsesség, ezt fronézisnek nevezik, és tulajdonképpen Váradi Tiborban hatalmas fronézis volt, abban a tekintetben, hogy belátta, hogy sokkal helyesebb így politizálni, és miért tekintem Váradi Tibort a vajdasági magyar politika történet legfontosabb alakjának, és az elmúlt 100 évünket, sőt többet is beleértek, azért, mert meg kell nézni egy tett esetében, hogy melyek a szándékok és melyek a következmények, és hogyha így tekintünk Váradi Tibor tevékenységére, azt láthatjuk, hogy a vajdasági magyarságért kíván tenni, nem csak a tudatébresztés szintjén, hanem az intézményteremtés szintjén is, és nézzük meg a következményt. Váradi Tibornak köszönhetően jött létre elsősorban a Magyar Nemzeti Tanács abban a formájában, ahogy ismerjük. Sok mindent felruhatunk a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a jelenlegi formájában például azt, hogy egy puszta szavazógépezet, ott ül 35 ember, és gyakorlatilag fölemelik a kezüket parancsóra, és semmi tényleges vita nincs, és nem a közösségi, hogy mondjam, érvelés, érvek és ellenérvek ütköztetésének terepe, valamiféle pluralitás közege, ahol tényleg valami izgalom lenne, és amely gyűléseket követnünk kéne, hiszen ott valami történik, nem történik semmi, és ez egy botrány, de most ezt hadd ne részletezzem, mert itt még nem tartunk, esetleg később visszatérhetünk rá, de minden esetre Váradi Tibornak sikerült mindenekelőtt kieszközölnie, és az igaz, hogy ezt in camera, azaz jelentős részben
zárt ajtók között ért el. Ő neki egyszerűen a részben a neveltetése miatt, mert az ő, neki már a nagyapja szerbiai, illetve jugoszláv politikusokkal tárgyalt arról, hogy hogyan lehetne jobbítani a vajdasági magyarság helyzetét, tehát a neveltetése is nagyon fontos, a Váradi dinasztia. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy ő Belgrádban tanult részben, ha jól emlékszem, de mindesetre nagyon erősek a belgrádi kötődései. Ő ugye igazságügyi miniszter volt, megvédte Szerbiát Hágában, tehát az ő élettörténete roppant gazdag, ami a belgrádi kapcsolatokat illeti, és ő jóban volt Zoran Gyindzsicsel is, Vojislav Kostunicával is, azt hiszem Dragojo Mićunovićjal is, tehát tulajdonképpen a korszak fontos, nem Milosevic párti szereplőivel is. Egyébként Váradi Tibor Milosevićet is megismerte, és ez az anekdota, hogy ők hogy ülnek egymás mellé a repülőben, szerepel is a mély interjúban, de most erre igazán nem térek ki, aki akarja, elolvashatja könnyen. Csak annyit akartam közbeszúrni, hogy ugye itt kétféle stratégia megint csak szemben áll egymással. A Váradi féle, amit részleteztél, tehát az inkább lobbizós, inkább a zárt ajtók mögötti, az elitekkel folytatott párbeszéd, míg a másik az egy ilyen alulról építkező, kard ki kard, nyílt sisakkal megyünk neki az ellenségnek vagy a falnak, mindegy, de a legitimációt az adja, hogy ránk szavaznak az emberek. Szeretnélek részben korrigálni, mégpedig a következők miatt. Amikor Váradi Tibor jelöltette magát nagy becskereken, akkor ő ezt nem a történelmi VMDK tagjaként tette? És annak ellenére, hogy tulajdonképpen ő valami mást képviselt az akkori közösségi fősodorhoz képest, és voltak is ellenszelek ezt illetően az irányában, tehát a VMDK-nak nagyon ellenséges cikkei jelentek meg akkoriban Váradi Tiborról, de Váradi Tibor megmérettette magát a választásokon, és Váradi Tibor győzött. Tehát az nem igaz, hogy ő csak lobbizva és zárt ajtók között, ahogy a Vékás János ironizálva mondta a mély interjúban, hogy majd a Tibi bácsi elintézi, ez szerintem egy cinikus hozzáállás, nem igaz. Váradi Tibor képes volt megmérettetni is magát, és bejutott a Skupstinába. Persze, tehát én sarkítottam nyilván, és leegyszerűsítettem, hogy a szembenállást, persze, hogy kihangsúlyozzam, hogy mi is volt itt a különbség alapvetően. Megalakult tehát a VMS, és az első elnöke Csubela fel. Itt tartunk a 28. percben. Tehát megalakult a VMS-t, és Csubela Ferencet választották meg a párt, illetve akkor először a civil szervezet élére. Hát ő egy én úgy fogalmaztam, egy nem sokára megjelenő cikkemben, ez itt a reklámhely a Radarban lesz majd egy cikképpelről a 30 évről, hogy hát ő tényleg a VMS-nek ezt a mérsékeltebb vajdaság autonómiáját is óhajtó ágát képviselte a vajdasági magyar politikán belül, és hát ugye az ő elnöksége az nem sokáig tarthatott, hiszen 95 végén autóbalesetet szenvedett és meghalt, és akkor került Kassa József a párt élére, aki viszont egy jóval hosszabb perióduson keresztül vezette a pártot. Nem akarok ennyire előre rohanni, tehát maradjunk ennél az első időszaknál, Csubela Ferencnél. Én örülök, hogy ilyen lassan haladunk előre. Ebből az adásból tényleg egy sorozat lesz, gondolom legalább 10 részes. Csubela Ferencről én csak egy-két apróságot szeretnék elmondani. Csubela Ferencnek olvashatóak a naplói. Rendkívül izgalmasak. Én elmesélek most egy anekdotát, csak azért, hogy kicsit szórakoztassam a közösséget. Egyébként folyamatában jelent meg a Napló című heti lapban annak idején. Elmesél egy történetet benne, hogy Váradi Tibor utazik Belgrádba egy lányjal, és a lány megkéri Váradi Tibort, hogy szimulálja el, hogy ő a franciaországi hitvese, mert a családja alig várja, hogy a lány megházasodjon, és Váradi Tibor elszimulálja, hogy ő egy francia ember, és Belgrádban eljátsza, hogy ő tulajdonképpen egy vőlegény. És tudom, a naplóban ilyen csodálatos történeteket olvashatunk, és nagyon vicces az egész. Elmeséli például, hogy egy magyarországi politikus azt hiszem Moravicára jött, és Moravicán azt mondja, hogy hát most karikírozom, nem pont ezt mondja, hogy, de hogy milyen jó, hogy Sepsiszentgyörgyön lehetek. Nem pont ezt mondja az a magyarországi politikus, de nagyon vicces látni, hogy
a magyarországi vendégnek fogalma nincs, hogy hol van. Tehát egy nagyon anekdotázó emberről van szó. Nagyon sokan mondták nekem, amikor ezzel a korszakkal foglalkoztam, amikor kutattam, hogy lehet, hogy Csubela Ferencet megölték. Én híve vagyok az összeesküvés elméleteknek, mert hogy összeesküvések vannak a világban, én nem szeretem ezt a lapos, unalmas összeesküvés elmélet ellenességet, de én nem mondanám, hogy bárkinek különösebb oka lett volna Csubela Ferencet eltenni a szintéről, mert Csubela Ferenc, ahogy te magad is mondtad, egy meglehetősen visszafogott, túl nagy port nem kavaró szereplő volt. Remélem egyébként, hogy arra a témára még visszatérünk, hogy Vajdaság autonómiája, mert ez kulcsfontosságú, ha meg akarjuk ítélni azt, hogy a VMS a története során hogy változott, mert a VMS ugye nagyon sokáig a Vajdaság autonómiáját tekintette az egyik, ha bizonyos pillanataiban nem a legfontosabb céljának. Én pontosan emlékszem, hogy 2010 táján, azt hiszem nem rontom el a dátumot, Vajdasági Magyar Szövetség azzal kampányolt, emlékszem a magyar szóban megjelent reklámokra, hogy Vajdaság autonómia, ez állt az első helyen. És ez... Abszolút, hát 2008-ban Pásztor István be is jelentette, hogy egy olyan kurzus módosítást szeretne kieszközölni a VMS-en belül, amely egyfajta regionális párttá tenni a VMS, tehát már nem csak a klasszikus kisebbségi érdekvédelmet képviselni, mint addig, hanem hát tulajdonképpen Vajdaság érdekeit. És tényleg volt is akkor egy ilyen vákum, mert nagyon sokan csalódtak az addigi autonomista pártokban, reformisták már nem voltak, a Liga hát lejáratta magát, és ott volt a VMS, amely tulajdonképpen megszólította hát a többségi nemzetet, vagy a nem magyarokat is. No, de ez tényleg egy távolabbi történet. Szerintem a vajdasági autonómia fölvállalása az már előbb megkezdődött. Lehet, hogy nem ez volt a leghangsúlyosabb, de minden esetre a Kassa érában azért a legfontosabb együttműködés éppen az autonomista pártokkal volt. Volt is egy koalíció, amikor nem is jutottak be egyébként a parlamentbe, ez már 2000. Szóval a DOSZ győzelme utáni választás volt, de minden esetre akkor épp a Ligával koalícióban indult. Szóval... Hadd mondjam el, és ez szerintem rendkívül fontos, hogy a VMS ezt illetően különbözött a történelmi VMDK-tól. Mert a történelmi VMDK pozíciója következő volt. Mi nekünk közömbös az, hogy Vajdaság autonóm-e vagy sem, ez legyen Nenácsának problémája. Ez szerb ügy. Ez egy alapvetően szerb ügy, és hát lehet így érvelni, hogy a szerb vajdaság még etimológilag, történelmileg is az a Srpska Vojvodina és Vojvodovina, és ez tényleg magyarok szempontjából egy közömbös dolog, és ehhez képest óriási váltás volt, hogy a VMS viszont fölkarolta ezt a regionális gondolatot. És ez miért fontos történelmi léptékben nézve? Azért, mert a vajdasági magyarság politika történetében, és erről viszont én írtam cikket, nem a Tóth Szilárd János, mert ebben a kutatásunkban, amit az MTA keretében végeztünk, az én cikkem arról szólt, hogy a vajdasági magyar politika történet és vagy a politikai vajdaságiság. És rekonstruálnom sikerült azt, hogy három hulláma volt a vajdaságiságnak politikai értelemben, a vajdasági magyar politikai eszmetörténetben. Először a 20-as és 30-as években, amikor a vajdasági magyarok ráeszméltek, hogyha ők valódi szövetségesekre akarnak találni a magyar közösségen kívül is, tehát bunyevácok, szerbek és stb. Között, akkor vajdaság lesz az a közös eszme, amelyet szembeállítatnak a belgrádi centralizációs törekvésekkel, és akkoriban ugye létrejött is egy nagyon érdekes vajdasági mozgalom, erről Boarov könyvében lehet nagyon részletesen olvasni, a részletekben most nem mennék bele. Volt megint egy vajdasági autonomista mozgalom rengeteg fontos magyar szereplővel a reálszocializmus évtizedeiben. Ugye azt tudjuk mindannyian, hogy Slobodan Milosevic szüntette meg Koszovó és Vajdaság autonómiáját, de addig Vajdaság autonómiája nagyon erőteljesen létezett, és ebben bizony nagyon számos magyar szereplő vett részt. És azt akarom csak mondani,
hogy a vajdasági magyar politika történetén, hogyha végig tekintünk, azt látjuk, hogyha a vajdasági magyarság egyfelől magasztos eszméket követ, másfelől pedig a realitások talaján is marad, tehát a kettő tulajdonképpen az eszméket és a realitásokat egyesíti, akkor a vajdaság eszméje nagyon fontos számára, mert ez jelenti azt, hogy fölismeri azt, hogy ő egy etnikai közösség a többi között, Európa legmultikulturálisabb, legsoknyelvűbb, legmultikonfessionálisabb térségében, ez pedig mi vagyunk, vajdaság, tényleg mi vagyunk Európa egyik legkülönlegesebb területe, és nem csak ebből a szempontból, és fölismerni ezt a multikulturalizmusban való létünket, azt, hogy ez a gondolat segíti azt, hogy kiemeljük a relatív önállóságunkat és az önértékünket, mind Belgrádhoz, mind Budapesthez, mind egyéb szereplőkhöz képest. Viccesen hozzátenném, hogy 3B, Belgrád, Budapest, Brüsszel, de ez most csak egy, tényleg csak egy rossz vicc a részemről. Tehát azt gondolom, hogy a vajdasági magyarság akkor van politikailag jó állapotban, hogyha a vajdasági autonómia eszményt fölkarolja, de szeretném hozzátenni, és ez nagyon fontos, én nem vagyok a vajdasági autonómiának valamiféle lánglelkű képviselője, én azt gondolom, hogy egész Szerbiát regionalizálni kéne, ez megint csak nem az én gondolatom, például sokan kifejtették, például Alexander Molnár, tehát egész Szerbiát regionalizálni kéne, Belgrádot meg kéne fosztani a jelentőségétől, tehát Sumadia is egy régió lehetne, és így végig menhetnénk azon a mondjuk 7 szerbiai régión, amely létrejöhetne ezen a módon, és hozzátenném, hogy az autonómia úgy azt jelenti, hogy autonomos, önmagunknak hozunk törvényeket, ugye etimológilag ezt jelenti, és az autonómia kell életünk minden szegletében, tehát a munkahelyen is, tehát az oktatásban, egészségügyben, tehát az autonómia ez nem valami, amit a Nenad Csanádnak találták ki, hogy politikai pontokat szerezzen, az autonómia egy nagyon komoly gondolat, csak ezt kevesen hajlandók végig gondolni követően. Na de ezzel a regionalizációval egy picit relativizálnák is vajdaság autonómiájának jelentőségét, illetve vajdaság különlegességét, mert azért egyszerűen nem hasonlítható össze Sumadia és vajdaság, tehát kulturálisan, történelmileg, nemzetiség tekintetében nagyon más területekről van szó, illetve hát az egyik meglehetősen homogén vajdaság, meg azért még mindig egyre kevésbé talán, de azért mégis egy sokszínű. Persze, igazad van, de a regionalizáció azt is magába foglalja, hogy az egymáshoz képesti különbségeinket és hasonlóságainkat is figyelembe vesszük és tiszteletbe tartjuk, tehát én ezzel nem látok problémát. Inkább fontosnak tartom kiemelni azt, és ezt szerintem nem fogod elvitatni, hogy a VMS gyakorlatilag apró pénzért eladta ezt az eszmét és ezt a reális küzdelmet. Tulajdonképpen, mivel a haladók számára vajdaság nem fontos, bár lehetne, hiszen a szerb nacionalizmusnak egy fontos terepe volt a 19. században a szerb vajdaságiság, persze egy teljesen más történelmi politikai kontextusban. Minden esetre az a helyzet, hogy a VMS teljesen lemondott erről a dologról, legyen szó akár a technikai részletekről, tehát hogy vajdaság megkapja arányosan azt a támogatást, amely neki járna, ez egy technikai dolog, de másrészt itt egy átfogó eszmeiségről van szó, a multikulturalizmusról, amelyről tulajdonképpen a VMS jelentős mértékben lemondott. Ezt akkor érezhetjük igazán, amikor azt halljuk, hogy csak a magyar szellemiségről nyilatkozik az MNT egyik volt elnöke, mindegy, hogy melyik, de hogy magyar szellemiség és az, hogy egy multikulturális közösségben vagyunk, amelyben vannak románok, ruszinok, szlovákok, és hadd ne soroljak föl mindenkit, az hirtelen irrelevánssá válik. Ez tulajdonképpen egy egész világszemléletbeli felfogás. Na jó, de ez már tényleg a 2010-es éveknek a története, igen. És hát oda is el fogunk reményeim szerint jutni. Viszont maradjunk még az 1990-es évek második felében. Ugye 96 az a dátum, amikor a VMS gyakorlatilag hát padlóra küldi a VMDK-t, tehát akkor tartottak önkormányzati választásokat az év vége felé, illetve szövetségi választásokat is, és hát nagyjából a számok, most nincsen előttem, de ilyen 80 ezer a 40 ezerrel szemben állt, tehát 2/3-1/3 arányban a VMS
legyőzte a VMDK-t, ha egyáltalán a VMDK-t akarta legyőzni, de minden esetre ezek voltak a számarányok. És hát az úgynevezett magyar többségű önkormányzatokban is mindenhol a VMS-nek állt a zászló. És hát onnantól kezdve abszolút mértékben dominált a vajdasági magyar politikai szintéren, legalábbis a magyar pártok között a VMS, és elkezdődött egy olyan időszak, egy 15 éves periódus, amiben persze sok minden van, a bombázásoktól, október 5-én keresztül, nem tudom én, a kormányfő meggyilkolásáig. Tehát egy olyan 15 éves időszak, amelyben egyszerűen a magyar pártok, amelyek közben osztódással szaporodtak, főleg a VMDK-ból váltak ki különböző pártok, illetve alakultak újak. Tehát ezek a magyar pártok képtelenek voltak az összefogásra is. Volt egyfajta közösségi nyomás vagy elvárás irányukban, hogy egyezzenek meg, és legalább legyen egy közös platform, amikor választás van, akkor induljanak együtt. Ezt abból lehet talán levonni ezt a következtetést, hogy főleg a 2000-es évek első felében, tehát mielőtt Pásztor István vált volna a VMS elnökévé, nagyjából az volt a fölállás, hogy a vajdasági magyarok jóval kisebb arányban szavaztak a különböző választásokon, mint az országos átlag egyfelől. Másfelől pedig, akik egyáltalán elmentek szavazni, azoknak is körülbelül fele nem nemzetiségi, tehát magyar nemzetiségi párta szavazott, hanem a demokratákra, a ligára, nem tudom én, LDP-re, stb. Tehát mondom, következik egy időszak, Csubella Ferenc halála után, amikor Kassa József veszi át a pártvezetést, aki hát egy merőben más attitűdöt képviselt, vagy más személyiség volt, mint Csubella, és azt gondolom, hogy azért ez is hozzájárult ahhoz, hogy azért itt személyes ellentétek is voltak a pártvezetők között, nem csak, nem tudom én, ideológiaiak. Ugye Ágoston András állandóan azt vetette a VMS szemére, hogy ők nem támogatják az a magyar autonómiát. Nagyjából ez volt a szöveg, és hogy nincs is autonómia koncepciójuk. És valóban azt hiszem 97-ben, 6-ban akkor tették le az asztalra, azt hiszem egy évvel a megalakulás után, azt az autonómia koncepciót, ami továbbra is három pilléres volt, csak ez a harmadik pillér kevésbé volt homályos, ugye már a vajdasági autonómia képezte ezt a harmadikat. Volt a személy jellegű, ami persze hangsúlyosan ott volt, és így szégyellősen nem feledkeztek meg a területiről sem, de hát ennek a realitását gondolom, hogy ők is belül azért vitatták. Most megszólalhatok, ugye? Nincs kérdés, igen, persze, mondja. Jó, hozzátennék csak az előző kérdésekhez egyetlen mondatot. Tudom, hogy nem illik visszatérni korábbi kérdésekhez, de ezt nagyon fontosnak tartom. Vajdasági magyar szociológusok és antropológusok foglalkoztak a vajdasági magyarok identitás tudatával, és az derült ki a fölmérésekből, hogy a legerősebb identitás tudata közösség tagjainak alapvetően vajdasági. Tehát ők nem általában véve magyaroknak tartják magukat, vagy mondjuk szerbiai honpolgároknak, vagy nem tudom én minek, hanem vajdaságiaknak és vajdasági magyaroknak. És itt a vajdaságiság bizonyos emberek esetében a délvidékiség, de ez ebben az esetben ez tényleg részletkérdés, nagyon erős, és tulajdonképpen a Vajdasági Magyar Szövetség azzal, hogy elárult a vajdaság eszméjét, ráadásul asszisztált ahhoz, hogy a haladó párt egy teljesen történelmileg abszurd címet kiáltson ki vajdaság egyik címerének, ez Milivoj Beslin és mások írásaiban teljesen történészi szempontból le van leplezve, hogy ez egy mennyire gyarló dolog. Tehát, hogy erre sor került, ez tulajdonképpen a közösségünk önazonosság tudatának a megcsúfolása. Erről én most többet nem mondanék. Egy-két szót Kassa Józsefről, és itt megint lesz némi szubjektív mondandóm is, ugye Kassa Józseffel is mély interjúztunk nem sokkal a halála előtt, Tóth Szilárd János és én, és azt kell, hogy mondjam, hogy én Kassa Józsefet úgy ismertem meg, és most részben korrigálak téged, mert azt mondtad, hogy a VMS mindenhol győzedelmeskedett, nekik állt a zászló helyi szinten,
Hát jó, te Temerin, bocsánat. Igen, ezt akarom mondani, hogy hát a Temerin a világ. Jó, de a magyar azt mondtam, a magyar többségű önkormányzatok. Azt hiszem Temerinben nem voltak akkor a magyarok már többségben. A magyarok Temerinben mindig többségben vannak, a számarányoktól függetlenül. Okay, de okay. Hogy Temerin, én ugye temerini vagyok, ezt talán nem tudja minden néző, és Temerin a VMS-szel szembeni ellenállás örök bázisa. Azt kell, hogy mondjam, hogy még ma is, amikor látszólag VMS és VMDP és koalíció van, szinte nincs kölcsönös átjárás a két közösség között, ennek most a részleteiben nem mennék bele, de még most is azt kell, hogy mondjam, hogy a VMDP-sek őrzik a relatív önállóságukat a VMS-höz képest, sőt, én még azt is mondanám, hogy a helyi VMS-esek is másfajta gerinccel, másfajta tartással viszonyulnak a szabadkai méltóságos urakhoz, mint egyéb más településekről származó VMS-esek. A temerinekben egyszerűen van egyfajta másfajta tartás, ennek nyilván történelmi és bonyolult okai vannak, de egyszerűen mi temerinek, hogy is mondjam, csak ilyenek vagyunk. Minden esetre én Kassa Józsefet úgy ismertem meg gyerekkoromban, már követtem a politikát, 10-11 éves koromtól kezdve egyre szenvedélyesebben és szenvedélyesebben, mint hát úgy becézték Temerinben is, hogy Döbrögi, a Kassa Józsefet, és állandóan arra volt kihegyezve a dolog, ugye, ahogy mondtad is, hogy Ágoston András szempontjából, hogy Kassa József nem a magyar autonómia híve, és valóban igazad van, ő évekig nem volt a magyar autonómia híve, viszont ezt fontosnak tartom elmondani, bekerült egyfajta fordulat, ezt nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan mi történhetett, de minden esetre az történt, hogy a VMS a 90-es évek végére nemhogy a magyar autonómia híve lett, hanem létrehozták azt hiszem 1999-ben az úgynevezett ideiglenes magyar nemzeti tanácsot. Ebben nem csak VMS-es szereplők vettek részt, hanem olyan értelmiségiek, mint azt hiszem Bari Imre, vagy a lánya Ózer Ágnes, és sokan mások Újvidékről. Ez egy nagyon érdekes sztori egyébként, amelyet külön kéne rekonstruálni. Nekem úgy rémlik, hogy Beretka Katinka, mint hogy elkezdte volna ennek a történetnek a rekonstruálását, de nem tudom, hogy végül belekezdett, és hogy mire jutott ezzel kapcsolatban, de ez is egy érdekes sztori. De minden esetre az évtized végére az autonómiában nem igazán hívő a történelmi VMDK-tól és a VMDP-től lényegi módon különböző VMS, hogy nem, és ez nem köpönyek forgatás, hanem valami történt az eszmék és a realitás szintjén, a VMS létrehozta a mai Magyar Nemzeti Tanácsnak az azt anticipáló intézményét gyakorlatilag. Ez az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács egy nagyon furcsa képződmény volt, nem kell fölfújni a jelentőségét, de mégis azt kell mondjam, hogy meg kellett, hogy előzze a későbbi Magyar Nemzeti Tanácsot. És amit fontosnak még tartok még kiemelni, és ez most egy nagyobb léptékű, nagyobb távlatból megfogalmazott gondolat lesz, a Vajdasági Magyar Szövetség Kassa József regnálása alatt mindenek előtt szimbolikus politizálást folytat. Azok a fontos kérdések, hogy magyarokként megmaradhatunk-e magyaroknak itt Szerbiában, a kultúránkat megőrizhetjük-e, mi van a magyarverésekkel, stb. Ezek persze a magyarverés ez egy fizikai kérdés is, de mindezek kérdéseknek van egyfajta szimbolikus vetületük. És azt szerettem volna elmondani, mint mondtam, mint megelőlegeztem szubjektív szempontból, hogy amikor Kassa Józseffel mély interjúztunk, akkor Kassa József tulajdonképpen többször elsírta magát, egy rendkívül szenvedélyes emberről volt szó, aki például, amikor arra került sor, hogy ő milyen emlékművet épített a délvidéki vérengzések emlékére, vagy valami hasonló témákról, ő vagy a sírás szélén volt, vagy el is sírta magát, tehát egy nagyon szenvedélyes ember, és tulajdonképpen a VMS politizálása is körülbelül így nézett ki, hogy szenvedélyes, szimbolikus kérdések mellett köteleződtek el. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy a VMS tudott nagyon pragmatikusan is viselkedni. Tehát ha megnézzük, hogy a VMS egyik pillanatban hogyan működött együtt
a Magyar Szocialista Párttal, és Gyurcsány Ferencet még akkor is fogadták Szabadkán, amikor már abszolút nem kívánatos elemnek számított Magyarország jelentős részében, másrészt viszont a VMS tudott a Fideszhez is közeledni, és ez egy jelentős különbség a VMDP-höz képest, amely emlékeim szerint már a 90-es évek végétől erősen Fidesz elkötelezettségű, annak ellenére, hogy a 90-es évek végi Fidesz az még csak egy ilyen polgári Magyarországért Fidesz, tehát nem ez a nagyon magyar Fidesz, de már akkor is a Fidesz és a VMDP közti viszonyok nagyon erősek voltak. Ez egyébként a sors fintora, hogy miközben a VMDP-sek voltak a Fidesznek a hívei, manapság ugye a VMDP jelentéktelen szereplő, hát Temerinben van egy pici szerepe, meg talán egy-két lokáció nagyon minimális vajdaságban. Tehát annak ez, ellenére, ez hasonló történet, mint Romániában. Tehát ott is ugye volt a tőkésféle párt, amelyet a Fidesz abszolút mértékben támogatott, és az RMDSZ pedig nem volt hajlandó sokáig elkötelezni magát, de hát aztán belátták ők is, hogy az RMDSZ-nek, mint ahogy nálunk a VMS-nek van kiterjedt pártstruktúrája, akire lehet építeni, sokkal jobban beágyazott a politikai szintéren, mint mondjuk ezek a kispártok, amelyek lehet, hogy ideológiailag közelebb állnak hozzájuk, vagy hűségesebbek hozzájuk, de hát ugye a pragmatizmus azért a Fidesznél is nagy úr. Ja, és még csak annyit tennék hozzá, amikor a Szocialista Pártot említetted, hogy pragmatikusan ugye tudtak együttműködni minden párttal. Hát egyfelől ugye hát nem csak Magyarországon, nagyon sokan fölrótták azt a technikai koalíciót, amely Szabadkán a Szocialista Párttal volt, a VMS és a szocialisták között, úgyhogy meg hát azért a Milosevic jellegzetes kanapéján is azért üldögéltek a VMS-es politikusok. Ugyanakkor a magyarországi politikával szemben nagyon sokáig az volt az elv, hogy hát minden pártól azonos távolságot tartsunk, hiszen váltógazdaság van, bármikor a másik kerülhet hatalomra, a támogatást meg kell tartani. Tehát nem bízhatunk abban, hogy majd jön a nem tudom melyik párt, akit szívelünk, és akkor majd onnantól kezdve már ő lesz az idők végezeteig hatalmon. Bár most jelen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy ez a helyzet, de ez se biztos. Várják, kire mondtad, hogy az idők végezeteig lesz hatalma? Hát a Fideszre mondtam. Ezt a mai állapotok közepette mondod? Most nem, hát ezt egy ilyen picit ilyen történeti távlatban, tehát ilyen tizen pár éves távlatban, és az előző pár hónapban még azért nagyon így nézett ki. Lehet, hogy most egy picit azért más a helyzet, de azért még mindig nem tennék olyan túl nagy tételt arra, hogy itt valami jelentős változás lesz. De hát lehet, hogy erre is ki fogunk térni majd. Jó, ez legyen egy másik adásnak a témája. Jó, ezt nem most elemezzük. Én szívesen beszélek egyébként az iráni-izraeli konfliktusról is, de félek, hogy elvesznénk a végtelenben. Abszolút, úgyhogy térjünk vissza a 90-es évekbe. Hol is tartottunk? 96-ban megnyerte a VMS a választásokat. És na jó, akkor ugorjunk egy nagyot. Thank you.